Jó estét kívánok, kedves nézőink! Jó estét kívánok! Hát ismételten elérkeztünk a péntek estéhez, és újra itt vagyunk a Siesta-val önökkel. De azt nem mondhatnánk, hogy túl sok programmal, hiszen ez a hétvége nem kifejezetten programkavalkádot kínál, de persze arra is lesz ajánlatunk. Helyette viszont úgy gondolhattuk, hogy beszélhetnénk klasszikusan jó nyári témákról. Például, hogy mit csináljon a gyerek hasznosan, ha eddig nem hasznosan töltötte a szünidőt, vagy éppenséggel, milyen és minket kell csinálni a strandra, mi a friss mennyasszonyi trend, és akkor ez még csak a fele volt a kínálatunknak. Aztán vendégünk lesz a stúdióban a Kossuth Lajos Gimnázium egyik pedagógusa, akit egy diák is elkísér, hiszen egy drogprevenciós filmet készítettek. Sőt, a Turist Police-ról is szólunk, ma nyíregyháziak egyébként napi szinten találkozhatnak ennek a megvalósulásával, és kikacsintunk a jövő heti Sóstó Fesztre is, vágyaink szerint. Az első téma pedig akkor a mit csináljunk a gyerekkel nyáron. Vendégünk a stúdióban Jaskó Henriett, a gyermekpszichológus. Korábban már tegeződtünk, ha maradhat ez, akkor szeretettel köszöntünk. Köszöntelek én is benneteket. Vagy a gyerek mit csináljon velünk? Hogy kell föltenni jól a kérdést? Hát azt gondolom, hogy kölcsönös lehet. Lehet kölcsönösben is gondolkodni természetesen. Ugye, ahogy a konferálásban is elhangzott, hogy még egy hónap nyári szünet jár a gyerekeknek, és kell is, hogy járjon. Olyan ez, mint amikor a sportolóknak is muszáj megpihentetni az izmukat, ugye két keményebb edzés között, mert hogy akkor tud majd jobban fejlődni. Ugyanígy van szükségük most a gyerekeknek is arra, hogy a nyári szünetben úgymond ne kelljen semmit csinálni, legalábbis tanulni ne kelljen, legalábbis ezekkel a dolgokkal ne kelljen foglalkozni. Ami azonban fontos, és erről beszélgettünk is korábban, hogy az aktív időtöltés az, ami hasznos ilyenkor a gyerekek szempontjából, hogy mit csináljunk velük. Hát segítsünk abban, hogy olyan jellegű programokat, olyan jellegű elfoglaltságot találjanak maguknak, ami egyrészt az érdeklődésüknek, a személyiségüknek megfelelő, illetve ami esetleg a képességeiket is tudja fejleszteni. Erre ugye vannak akár táborok, nyári táborok, amiket a szülők gyakran igénybe is vesznek, ott többféle foglalkozással tudják magukat lefoglalni a gyerekek. Alkalmas lehet egy közös családi program és nyaralás és kirándulás, alkalmas lehet erre a nagymama, a nagyszülők, unokatestvérek, akikkel szintén együtt tudják tölteni az időt, vagy pedig, ami szintén fontos, akár a barátok, a lakókörnyezetben lakó barátok, az iskolai barátokkal való együttlét és a személyes kapcsolatoknak az ápolása. Tehát, hogy nagyon sok minden, de ugyanide tartozhat akár a házi munka, a kis kerti munka, olyan dolgoknak az elvégzése is, ami szintén segítség egyrészt a családnak, másrészt pedig egy elfoglaltság a gyereknek. Nagyon fontos, tehát hogy... adjunk a gyereknek munkát? Tehát ne úgy fogalmazunk, hogy munkát adunk a gyereknek. Itt azt most gondolom, hárman vagyunk csak, nem ez hallja senki. Ne az legyen. Én azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon fontos az az, hogy próbáljunk egyfajta napi rendet tartani a nyári szünetben is a gyerekeknek, ami természetesen sokkal lazább, mint egy iskolai időszakban, mert ugye nem kell reggel 6 óra, 7 óra körül kelnie a gyereknek, esetleg mivel hosszabbak a nappalok, esetleg később is lefeküdhet, de a napnak azért legyen egy struktúrája, legyenek benne az étkezések, ahogyan kell. Tehát ne nagyon csúszson el ez a napi rend, mert azoknak a gyerekeknek nehezebb vissza kapcsolódniuk ugye a tanítási rendbe, akik ebben nagyon elcsúsznak. Ebbe férjenek bele a feladatok, ebbe férjenek bele a társas kapcsolatok, a barátok, a családi közös programok, ami ugye szintén nem fér bele egy hétköznapba. Tehát ugye az a fontos, hogy valamilyen jellegű elfoglaltsága azért legyen, de nem teljesen. Én nekem most itt felmerült egy kérdés, hogy az unalom az teljesen kerülendő? Vagy én azt gondolnám, hogy az egész életünk egy ciklikus, dolgozunk, a gyerekek iskolába járnak, és valahol eljön a szünidő, amikor van egy kis időnk arra, hogy magunkkal foglalkozzunk, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, és szerintem érvényes ez a gyerekekre is. Egyetlen. Tehát az unalom, vagy az unatkozás, hogyha úgy tetszik, az egy rossz dolog? Pszichésen nem hiszem, hogy sokat tehet. Úgy kezdtük ugye az elejét, hogy személyiség fejlődése legyen biztosítva a gyereknek. Azt gondolom, hogy az unalom az arról szól, hogy nem csinál semmit, miközben aktívan egy hiányérzet van az emberben, mert szeretne valamit tenni, csak nem tudja, hogy merre induljon el, és milyen eszközhöz, milyen tevékenységhez nyúljon hozzá. Tehát ezért fontos, hogy segítsünk abban, hogy az érdeklődési körének, a személyiségének megfelelő elfoglaltságot kapjon, találjon magának. Még mindig leragadnék egy pillanatra, egy kertben, a kerti hintaágyon ellazuló kiskamasz. Esetleg a személyiségfejlődés szempontjából önmagával ismerkedik, esetleg gondolatai születnek, gondolkodik témákról. Ez nem unalom, de azt mondom, hogy annak látszik egy kiváló számára. Igen, kell is, lehet is. Én azt gondolom, hogy ebben van nagyon fontos szerepe a szülőknek, mert amikor születnek a serdülőnek gondolatai, azokat meg kell osztani.
Tehát, hogy akkor tud hatékonyan... Ezt azért tegyük hozzá. Így van, akkor tud hatékonyan fejlődni ettől a személyisége a gyereknek, akkor ismeri meg saját magát jobban, akkor tudja ezeket a személyiség fejlődési lépéseket meglépni, hogyha ezeket meg tudja osztani. Tehát egy élmény, ha egyedül éli át az ember, nem egy fontos élmény. Attól lesz fontos élmény, hogy meg tudom osztani valakivel, mert éppen jelen van mellettem, vagy meg tudom osztani az élményt később, és érzelmekbe tudom átönteni, ami miatt ugye feldolgozódik ez a helyzet. Tehát az, hogy hintaágyon fél óráig ül és gondolkodik, és nézi a felhőket, és akár nem történik semmi kívülről, ez még lehet egy hasznos dolog. Fontos, hogy esetleg megtanuljon erről beszélni, vagy megtanulja ezt megosztani a környezetével, és ehhez kell az, hogy ne a Facebookot használjuk, ahol minden rövidítve történik, ahol kevés dolgot tudunk leírni, ahol nem tudom az érzéseket úgy elmondani. Ugye azt is tudjuk, hogy a kommunikációnak nagyon fontos része a nem verbális kommunikáció. Meg talán tehát nem az, is hogy hogyan. Akiknek el kellene mondani. Meg igen, meg mindenkinek szétkürtöli, tehát hogy nem azokat a visszajelzéseket kapja, ami valóban abban segít, hogy ő majd ezekből az élményekből, visszajelzésekből épüljön. Segítsük akkor a szülőknek. Hogyan tudják, hogyan tudnak közelebb kerülni a gyerekekhez? Esetleg a tinédzserekhez, főleg, mert ők egy kicsit zárkózottabbak. Én azt gondolom, hogy mindenképpen az a fontos, hogy együtt töltsenek időt. Tehát ugye a hétköznapokban nincs, úgy szoktuk hívni ezt, hogy minőségi idő, amit a szülővel együtt kell tölteni, vagy a megfelelő gondozókkal és a számára fontos emberekkel. Töltsön együtt időt, akár csak azzal, hogy figyeli, hallgatja, nem feltétlenül kell közbeavatkozni a dolgoknak, csak egyszerűen vele lenni, mert hogy ettől ismeri meg a gyerek reakcióit, azt, hogy milyen gondolatai születnek, hogy hogyan él meg bizonyos élményeket, helyzeteket, majd utána fog tudni segíteni. Tehát az a lényeg, hogy legyenek együtt. Tehát ilyenkor, amikor nyári szünet van, a szülőknek is talán kevésbé pörgősebbek a mindennapjai, kevesebb helyre kell eljutni, kevesebb, tehát gyerekeket nem kell szakkörre vinni például, tehát hogy felszabadulnak olyan extra idők, amiket muszáj, hogy egymásra fordítsák, tehát hogy akkor lesz könnyebb a későbbi időszakban is, akár a tanulási időszakban is besegíteni a gyereknek, amikor egy mélypontja van, vagy amikor probléma egyébként van. Egyébként az előbb, amikor itt a munkáról volt, szóval nyilván ezt idézőjelbe értettem én, és kikacsintottam egy kicsit, hogy ezért tényleg fontos lenne, igaz, hogy a családban neki is van feladata, tennivalója, hiszen nem két rabszolgáról, a két szülőről szól az együttlét, akárhányan is vannak otthon. Ráadásul felszabadítja a család idejét. Ugye egy közösen elvégzett házi munka sokkal kevesebb ideig tart, és már is jut idő arra, hogy leüljünk este társasjátékozni, vagy közösen sütögetni a kertben, vagy elmenni sétálni a sóstói erdőben is a természetet nézni. Azt gondolom, hogy az a nagyon fontos itt a nyári szünetben a szülőknek segítséggel, hogy ugye sokszor szokták kérdezni, hogy tanuljanak-e a gyerekkel. És mennyire fontos az, mert most itt vagyunk az augusztusban, és ilyenkor szokták elővenni a tankönyveket, a matematika füzetet, az írás füzetet, és olvasni, másolni. És akár el is borzaszt, így van. Nem feltétlenül ez a fontos. Az a nagyon fontos, hogy a gyereknek a tanulással összefüggő képességeit tartsuk megfelelő szinten. Gondolok itt az emlékezetre, gondolok itt a figyelem, a koncentráció, összpontosítás, a különböző gondolkodási funkciók, a logikai gondolkodás, tehát azok a dolgok, amik segítik majd őt később, hogy a tanulási helyzetekben jobban működjön. Tehát nem a matematika feladatokat kell gyakoroltatni oldalakon keresztül, hanem odaállni anyuka mellé, amikor süt, és átváltani a mértékegységeket. Apa mellé odaállni, és megtanulni beszegelni egy dolgot, vagy segíteni kicserélni az autógumit. Tehát, hogy valami olyan dolgot, vagy meglocsolni a virágokat, vagy bármi olyan dolgot, ami segítség lehet abban, hogy ő tud működni, vagy mesélje el, tehát közösen megnézzünk egy filmet, mesélje el az érdekes történeteket, tanuljon meg összefüggően ugye elmondani egy történetet. Megint, ha visszakapcsolunk a Facebookra, nagyon röviden kell elmondania, holott egy film nem rövidíthető le egy mondatba. Idézze fel a kedves élményeit, és mondja el részletesen, hogy mi volt abban jó, vizuálisan idézzen fel dolgokat, hallgasson meg egy rádió műsort, és meséljen róla, hogy ez miért volt érdekes. Tehát, hogy azokat a dolgokat érdemes egy picit úgymond erőltetni, de egy picit előtérbe hozni, amik majd segíteni fogják a későbbiekben, és nem feltétlenül gyakoroljunk. Hát akkor nagyon szépen köszönjük ezt az alapos részletes tájékoztatást. Én még ugyan nem vagyok gyakorló szülő, de oda fogok figyelni, hogyha majd eljön az ideje. Köszönjük szépen, ne terheljük a gyereket, de azért vonjuk be a munkába is. Köszönjük. Nem sokára itt a nyár vége, de azért addig még van egy jó hónap, kedves nézőink, és ezt a hónapot akár szabadtéri színházakban is tölthetik. Például a nyíregyházi, régebben kertmoziként is ismert csodálatos létesítményben, ragyogó színészek, kiváló előadások, Ferenczik Adrien is kint járt nemrégiben a színpadon.
kölcsönadod a lakást. Nem tudom, Linda, azért ez egy kicsit erős, nem? De miért? Hát mentek Filippel a banketre, Szilvinek meg kimenője van. Filipnek például mit mondok? Semmit az ég egyet a világon. Mire hazaértek, nyoma se lesz, hogy itt voltunk. Estére szabad a kecó, csak hogy Ray Cooney és John Chapman darabjában mindenki azt szeretné, ha ő maradhatna ott estére. Férfi nővel, nő férfival, és persze a legnagyobb titokban. De a színpadi vígjátékokban soha semmi nem maradhat titokban. Az Estére szabad a kecó, vagy a londoni Sextet című előadást játszotta a Bánfalvi stúdió a nyíregyházi szabadtéri színpadon. Bánfalvi Ági azt mondta, amikor először elolvasta a darabot, nem tudta abbahagyni a nevetést, ezért választotta a társulatnak Ray Cooney vígjátékát. Nagyon fordulatos, nagyon szellemes. Tehát itt főleg színészileg az egy nagyon jó dolog, mikor átalakulhat valaki. És mindenki átmegy, hát most ezt elmondhatom, a második felvonásban mindenki valami más szerepbe tolódik, ugye hát a félreértések miatt. Mert jön az írónő, aki most magamról akarok beszélni, de így van, és mindenki belekerül egy másik helyzetbe. Az azt jelenti, hogy mindenki más karakter lesz, tehát mindenki átcsúszik a második felvonásban valami másikba, és ez annyira vicces, ugye, hogy ki miért, hogy tehát az összes félreértés és egymás között, mint a kis hazudozós gyerekek, hogy ő a tudod ki, a, és akkor ő meg azt mondja, én vagyok az, igen, igen, te vagy az, és akkor innentől kezdve mindenki más lesz. De mi ez egyáltalán? Hát egy biztos, nem a Mici mackókból van. Megmondom neked, hogy mi ez. Nem. Ez egy szerelmes levél. A darab végéig persze sok minden történik. Levél érkezik, de nem attól és nem annak, akire gondolnak. Férfiak és nők bukkannak fel, de mindig a lehető legrosszabb pillanatban. És a főszereplő, aki karrierje legnagyobb lehetősége előtt áll, majdnem elpuskázza azt. Segítséget a barátjától várna, aki persze sokszor még inkább csak összegubancolja a szálakat. Gesztesi Károly azt mondta, az előadásban a közönség által kedvelhető szerepet kapott. Egy minden nap más nővel lefekvő férjet, aki egyfolytában hazudik, de nagyon helyes szeretni való ember, pont olyan, mint én. Bár én nem szoktam hazudni. Az Estére szabad a kecó, vagy a londoni Sextet című előadást telt ház előtt játszották a művészek a nyíregyházi szabadtéri színpadon. A folytatásban a nyári sminkekről lesz szó. Meggyőződésem, hogy a jó megjelenés része az, hogyha szépen sminkeljük magunkat, de nyáron a nagy kánikulában egy vastag maszkszerű smink éppen hogy elborzasztja az embereket. Vendégünk a stúdióban Cimbalmos Emőke mesterkozmetikus. Szeretettel köszöntelek. Üdvözlöm. Azért hívtunk mind, hogy segítsünk a nézőknek abban, hogy hogyan nézzenek ki jól a nyári kánikulában is. Mert egy kis smink szerintem mindenféleképpen hasznos. Az elején tisztázzuk, ugye a hölgynézőkről beszélt, tehát hátra dühetek egy kicsit. Nyugodtan, nyugodtan. Majd otthon a feleségednek segítesz jó tanácsokkal. Hát a nyári sminknek mindenképp az a legfontosabb része, hogy fényvédőt használjunk, főleg ha 20 fölött vagyunk már, ugye, mert foltosodhat a bőr. Hidratáljuk, és erre tegyünk egy folyékony púdert, amivel lehet védeni, ez is faktoros, hogy ne legyen olyan fényes a smink, lehet tompító krémet használni, ami nem engedi, hogy átizzadja a bőr. És kőpúdert, pirt, és ezt követi a száj, szemöldök, szemnek a festése is. Van egy nagyon jó smink rögzítő, ami hidratálja, tömöríti a fölvitt kozmetikumokat, és nem engedi, hogy elmaszatolódjon. Ezeket hívjuk primereknek, ugye? Így jól van, gondolom így én. Van. Ezeket azért azt hiszem, hogy minden üzletben be lehet szerezni. Minden üzletben be lehet szerezni, minden kozmetikai cég forgalmazza. És nagyon szép egyenletesen teszi a sminket. Én a fényvédőnél leragadnék egy picit. Ugye kozmetikáról beszélünk, de tulajdonképpen egy kicsit bőrvédelemről is beszélünk. Ugye természetesen. Ezáltal. Természetesen. Különböző faktorszámú fényvédők vannak, ugye nyilván a legérzékenyebb bőrűeknek az 50 faktoros, de orvos által fölírt 70 faktorig is elmennek ezek a fényvédők. Tehát célszerű használni, hogy ne foltosodjon az ember, az alapozót is, nem tömíti el a pórusokat, nem lesz semmi gond. Ja, annak idején 20-30 így évvel van. Ezelőtt ez volt, hogy egy nő ne sminkelje magát, főleg nyáron, mert akkor miteszeres lesz, pattanásos lesz az arcbőre. Nem, annak a titka az, ha este
lefekvés előtt szépen letisztítja a bőrét, és hagyja levegőzni, nem? A mostani készítmények azok átengedik a bőrt lélegezni. Tehát csak nem kell vakolatszerűen egymásra fölvinni. Melyek azok az alapproduktok, azt mondom, vagy alaptermékek, amelyek mindenképpen ott kell, hogy legyenek egy nő táskájában, főleg ilyen nagy nyári kánikulában? Tehát a primerről beszéltünk, a megfelelő fényvédelemről beszéltünk, dekorkozmetikumok szempontjából mi az, ami nem hiányozhat a retikulban? Hát a folyékony púder semmiképp nem. Megfelelő ecset, amivel fölvihetik a szemhéjfestéket, a száj szint, ami az új trendi szerint egy a 2015-ös sminktrend szerint le van szintelenítve a száj, és csak középre van fölhelyezve piros szín. Ez a legújabb trendi. Középre azt hogy kell érteni? Hát a száj domború részére, tehát, és csak oda pötyikézik, és eloszlatják egyenletesen. Nincs kontúr, ez a legújabb trendi. A szeplő, ami eddig nem volt, 2015 nyarán szeplőt kell fölvinni, sőt, akinek nincs. Így van. Tehát magyarán a 2015-ös trend nagy valószínűséggel akkor a természetességről szól. Így van. Tehát abszolút nem kontúroznak, nem éles színeket nem használnak, hanem fényes az arcélt, inkább fényesebb pirral nagyítják. Kiemelik a tónusokat valószínűleg? Igen, a szemhéjra csak egy kicsit a satírozás, amúgy egyáltalán nem visznek felszínt. Spirál, és előtte göndöríteni a szempillát. Nagyon sokan sminkelik magukat még a strandon is, hogyha nyaralni mennek a medenceparton. Mit ajánlasz azoknak, akik smink nélkül semmiképpen nem jelennek meg még a pool mellett sem? Sminktetoválást. Hoppá. Az micsoda? Hát azzal nem fog, ugyanis minden dekor kozmetikumban, a rúzstól kezdve vannak olyan anyagok, ami az egészségre, ha olyan körülmények között, vagy úgy használják, akár ártalmas is lehet. A napfény miatt, az óriási napfény miatt? Így van, vagy ha sokat viszed, akkor nyalogatja, gyakran keni, és nem szélszerű. És akkor kell használni, vagy arra felkészülve, aki szeret sminkkel megjelenni, de make-up tetoválást kell csinálni, szemöldökre, szemhéjre, szájra. Tudom, hogy férfi vagyok, és egyébként nyilván olvastam már róla, de azért szándékosan ismétlem meg a kérdést, hát ha valakit. Pontosan hogy készül egy ilyen, vagy mi az a smink tetoválás? Hát mindenképp színelmélet. A vendégnek meg kell nézni, hogy milyen a bőre, melyik szín áll neki jól. Különböző technikák vannak, ezt tanfolyamon el lehet sajátítani, meg lehet tanulni, és a megfelelő színválasztás után be kell tetoválni. Mennyire tartós ez a smink tetoválás? A make-up tetoválás 3-5 évig tart, és igazából már a mostani állás szerint nincs kontúrozás semmiben, satír. Tehát már abba az irányba mentünk el, hogy csak satírozunk. Tehát nincs, mint régen egy barna száj körbe rajzolva, és úgy betetoválva, hanem most már fél satírt csinálunk, vagy teljes satír. Ez mit jelent, hogy fél satír? Mert ez még nekem is újszerű. Igen. Picit, tehát kevésbé látszik, kevésbé egybe éles? Egybe van mosva, így van, egybe van mosva, nincs kontúr, a szín egybe van mosva félig az ajkán. A mondhatom én ezt laikusként, kicsit rémisztő ez már nekem? Hogy 3-5 évre ugyanúgy fog kinézni valaki, hogy egyszer most bennék. De pontosan meghatározzuk, hogy mi az a szín, ami feltehetően 3-5 éve illik hozzá, és ha tudjuk, hogy milyen típusú a vendég, mert ugye amerikai irányzat alapján meghatározták, hogy 4 típusúra osztjuk, és ezt az évszakokról nevezték el. Igen. Uh-huh. Ősztél, tavasz, nyár, és akkor hideg-meleg típusú. Beszéljünk a tél és kicsit, a... mert egyébként ez egy elég bonyolult, egy összetett dolog. Igen. Terület, viszont segítsünk egy picit a nézőknek, hogyan tudják meghatározni azt, hogy ha a tükörbe néznek, hogy tél, vagy nyár, vagy ősz, vagy tavasz típusba hát tartoznak. Mindenképp a bőr első, hogy milyen a bőre színe, sárga, aranylóan sárga, vagy egy hidegebb tónusú, akinek kékes árnyalatú, szürkésebb a bőrtípusa. Tehát ez az első szempont. És akkor ezt követi, hogy hoztam színeket. Uh-huh.
Ugye, hogy a tavasz és az ősz, ezek meleg színek. A nyár és a tél, ezek hidegek. Annyi a különbség ugye a nyári színek között, hogy az egy ilyen fátyol mögül látszó, tehát egy lágyabb, nem annyira kontúros, éles, mint a téli színek. És akkor itt bocsánat, hogyha lerövidítem a témát azért is, mert hogy lejárt az időn, hogy, mert hogy jelezték a kollégák, hogy hát a legpraktikusabb az, hogyha elmegy egy mesterkozmetikushoz valaki, szerintem, mert azért most adtunk egy pici kis ízelítőt, de azért nem árt, hogyha szakma. Egy szaktanácsadó is van ebben igen, a témában. Igen, elég sok rét. Ez például az idén összefoglalom, férfi agy, ugye óvatosan sminkelni, természetesen, fényvédőkkel, és a naturális a divat 2015-ben, hát ez majd a következő 1000 évre is. Pontosan, nagyon lényegre. Szerintem a naturális egyébként mindig divat. Az igen. Egyszerű, az mindig az egyszerű klasszikus. Is mindig csak a ami összhangra kell törekedni. És a strandra megyünk, akkor meg ugorjunk fejest az 50-esbe, és hagyjuk a sminkészletet otthon, de ezt tudom, hogy... Igen, vagy tetováltatni kell, és akkor is szép lesz. Köszönjük szépen. Köszönöm. Azért van program, amit ajánlhatunk, úgyhogy ezt most meg is tesszük. A szabadtéri nyár programjai. Augusztus 1-én 20 óra 30 perctől 10 éves a For For Dance jubileumi gála meglepetés vendégekkel. Augusztus 8-án ugyancsak 20 óra 30 perces kezdettel Ankonai szerelmesek, első rész, zenés vígjáték. Augusztus 15-én szintén ebben az időpontban Ankonai szerelmesek, második része. Augusztus 7-től 9-ig Sóstó Serfest, 5. Sóstói Sörfesztivál, Sóstógyógyfürdőn a Krúdi szálló melletti téren. Napközben bábszínház, gyermekjátszó, népi kézműves, valamint népi tánc bemutatók, helyi ételspecialitások, továbbá 70 féle sör és különféle pálinkák várják a Sóstó Serfest látogatóit. 7-én fellép a Görice együttes, a Jump Rock Band, a Real Man, a Zenit és Pán Péter, 8-án a Premier együttes, az Expirit, a Szabolcs Néptánc csoport, Tibi a hegyről, a Nap együttes és a Trambulin. 9-én a Görice együttes, az LKB-t és a Folk Fusion szórakoztatja a rendezvényre látogatókat. Bíró Tamás festőművész és designer játéktervező, Nyíregyháza és Sóstóhegy képei című kiállítása nyílik augusztus 7-én, 16 órától a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában. A tárlat augusztus 29-éig várja a látogatókat, naponta reggel 8-tól este 8-ig. A Tűz és a Föld művészete címmel ifjabb fazekas István, nádudvari fazekas munkáiból nyílik időszaki kiállítás a Sóstói Múzeum faluban augusztus 1-én 16 órától a Múzeum Jármi Kisnemesi házában. A tárlat megtekinthető november 8-áig hétfő kivételével minden nap 10 és 6 óra között. Augusztus 5-én 18 órai kezdettel Bodnár Mária és Gyuka Ferenc fotótárlatának megnyitójára várja az érdeklődőket a Bencs Villa. A tárlatot Csutkai Csaba nyitja meg. Közreműködik Dudás Vivien és Somjai Kata. Augusztus 7-én 18 órai kezdettel a Nyugat harmadik nemzedéke címmel zenés-irodalmi műsor várja az érdeklődőket. Közreműködnek Básti Andrea és Barna László, valamint Tóth Károly. Továbbá díjnyertes latin táncosok. Írjunk együtt címmel publikálási lehetőséget kínál a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár a megye településein és Nyíregyházán élő alkotók számára. Küldje be saját eddig még nem publikált írását, versét, novelláját, meséjét. Augusztus 31-ig a lászló.gezani@mzk.hu e-mail címre. Ne szerezz, kerekezz! A Zöldkerék Alapítvány és a Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület közös bringatúrát szervez augusztus 2-án Nyírdulajban. Indulás Nyíregyházáról, a Kossuth térről 8 óra 30 perckor. A táv 35 km. Bakos Nátán fotókiállítása a Nyír Plázában, a Közösségi Fészek Ifjúsági Iroda és Közösségi Térben. A tárlat megtekinthető augusztus 19-éig. Joga foglalkozások Sasvári Erzsébet vezetésével csütörtökönként este 17:30-tól a Borbányai Művelődési Házban. A Nyírségi Irodalmi Múzeum a Nyírség literátorainak nagyjai Tisza Bercertől Szatmár Csekélyig című kiállítás évvégig tekinthető meg a Jósa András Múzeumban. Vasutas Művelődési Ház, Netre Fel, informatikai klub nyugdíjasoknak.
Humánnet közösségi ház, Játszunk együtt, babás-mamás játszófoglalkozás minden kedden 10 órától Örökösföldön. Kedves nézőink, a rövide programajánló után egy picit hosszabb, pontosan egy programnak a kifejtése következik, mégpedig az egyik főszereplő, ha szabad így fogalmaznom, segítségével. Jövő hétvégén, péntektől vasárnapig zajlik majd a Sóstó Serfest, amely már az 5. Sóstói Serfesztivál, a Krúdi Vigadó előtti melletti téren, természetesen Sóstó gyógyfürdőn, másképpen fogalmazva a nemzeti gyógyhelyünkön. Ennek kapcsán kértük a stúdióba, hogy a saját koncertjüket is propagálja, a Nap Együttes frontemberét, főgitárosát. Igen. Én Cimbinek ismerem, de vannak ilyen rendes neve is. Van ilyen. Cimba, most István, van. Szeretettel köszöntjük a stúdióban. Miről is van szó, milyen program lesz itt ez alatt a három nap alatt? Ez egy háromnapos rendezvény, ami elsősorban gondolom a sörözésre fog szólni, hiszen ugye már sokadik alkalommal lesz, ha jól tudom, és mindenféle sörök lesznek, a feketétől a fehérig, a rózsaszínig, a meccsörig, mindenféle lesz. Állítólag 70 féle lesz. Na, 70 féle sör lesz, igen, azt mondjuk, ha mindent nem is, de azért valamilyen részét megkóstoljuk. És eközött nyilván lesznek zenei események, ami nagyon fontos, hiszen kapcsolódik a jó sörhöz, a gasztronómiához, a jó rockzene. Uh-huh. És tudomásom szerint helyi zenekarok fognak fellépni ezen a három napon. Így van, ebben én segítek, hogy olvassam. Ugye ez péntek, szombat, vasárnapról beszélünk, délután 4 órától éjfélig van, illetve hétvégén 3-tól éjfélig a főcsapás irány, helyi együttesekkel, Görice, Jump Rock Band, Real Man, Zenit és Pán Péter pénteken, de beszéljünk a szombatról, igen, mert ott a premier, az Exprit és a Szabolcs Néptánc csoport mellett rám nem csak rock'n'roll van, meg a Tibia hegyről utána a Trambolin előtt ott van a Nap Együttes. Igen. Igen. Tulajdonképpen az a zene, amit mi játszunk, az a 70-es, 80-as évek rockzenéje, tradicionális rockzenéje, az pontosan kapcsolódik ehhez a sörözős és igazán könnyebb életmódhoz, illetve az, hogy az a zene, amit mi játszunk, azt nagyon szeretik még a fiatalok is, hiszen az a zene, ami 30-40 év túlélt, és ma is nagyon híres és sok fiatal ismeri, az csak jó zene lehet, és mi ezt a zenét tudjuk csinálni, szeretjük. Amit ti énekeltek, a számomra, hát nem is azt mondom, hogy ismeretlen, de még akkor én nagy valószínűséggel az 5 éves tervben lehettem. Említsünk már meg néhányat, lehet, hogy lesz róla fogalmam, de akik esetleg szeretik ezt a zenei világot. Milyen együttesektől játszottok számokon? Hát a saját dalainkon kívül, ami a 2011-es Gyógyít a Rock című lemezünkön lesz. A ragyogó saját dalaikon. Igen, ezeken kívül, igen. Hát elsősorban olyan rockzenekarok dalait közvetítjük, mint a Deep Purple, több dal is van a műsorunkban tőlük, azon kívül ZZ Top dalok vannak, vagy a Free-től az All Right Now, vagy a Born to Be Wild, vagy a Sweet Home Album, tehát egy csomó olyan igazi rocksláger, amit szerintem mindenki ismeri, szeret. Igen, tehát ez nem összetévesztendő 60-as, 70-es évek legnagyobb magyar slágere egyveleggel, tehát ez nem az esküvők hanem egy minőségi rockzene, abszolút mértékben. Igen, ugyanis mi ebben a zenében nőttünk fel. Tehát akkor voltunk fiatalok, 70-es években, 80-as években. Akkor is volt Nap Együttes. Akkor is volt Nap Együttes, igen. Akkor is ugyanezt a stílust játszottuk, és miután ugye az ember, amiben belenő, benne van a szívébe, a lelkébe, és ha azt adja ki, az szerintem jó lehet. Az elmúlt, hát ha jól számolom, több mint 30 év táblatában, igen, ugye létezik ez az együttes. Mennyit változott a felállás? Az, tehát nagyon sokat változott, ugyanis a 70-es évek közepén 4-en csináltuk ezt a zenekart, azok közül már csak én vagyok Nyíregyházán. Többiek, van akiből nagyon híres Európa hírű jazzzenész lett, például Grencsó István, nagyon, nagyon híres szaxofonos. Aztán másik barátom, Simon Péter, ő évtizedek óta Németországban él, de időnként hazalátogat. Bari Lajos, aki még szintén a zenekar tagja volt, hogy Budapesten él, mai zenész. Úgyhogy utána aztán persze átalakult, mindenféle alakításon ment át a zenekar, és 2008-ban kezdtük újra. Akkor azt mondtuk, hogy csináljunk egy jó zenét. És el kellett telni azért egy néhány évnek, míg kialakult az a tudat bennünk, hogy mit is kell csinálni, meg hogyan is kell csinálni, hiszen egy csomó ideig kiestünk ebből a zenéből, de visszataláltunk rá is igazából,
szeretnénk ezt minél több jobban népszerűsíteni, hogy ismerjék meg a mai fiatalok is azt a zenét, amiben mi felnőttünk, és ami jó zene. És ami 40 év múlva is az lesz. Ami kiállt az idei próbáját, és a következő 40 évvel is ki fog állni. Igen, tehát az a régi rockerek mellett igen. Van fiatal hang is benne, azért tegyük hozzá. Igen, igen, vannak fiatal hangjaink is, fiúk is, lányok is, mikor, hogy áll össze a társaság, de úgy gondolom, hogy most rátaláltunk arra a féle igazi hangra, ami jó tesz a zenekarnak. Még hadd adjak hangot annak a dicsőségnek, hogy ezt már Budapesten is elismerik. Mesélj egy mondatot arról a ragyogó nyíregyházi koncertről, amelyet megelőzött egy budapesti. Igen, tavaly áprilisban a Török Ádámnak volt egy, vagy talán még mindig van neki egy rock klubja Budapesten, és oda meghívott minket. Ugye Ádámmal én már 40 éves kapcsolatban vagyok, még abban az időben, 70-es években kerültünk össze egy nyíregyházán, játszottunk akkor is körös koncerteket, és meghívott minket oda, és akkor, mikor feljött hozzánk, egy néhány dolgot együtt is előadtunk, ott a rockklubjába, az Old Budába, akkor merült fel az a gondolat, hogy csináljunk egy körös koncertet Nyíregyházán, mégpedig a felújított Váci Mihály Kulturális Központba. Ugye ez abban akkor volt a felújítás, és ennek az ideje ugye egy nagy szervező munkát igényelt ez mindenki részéről. Nagyon kedvezően mellénk állt a város, a alpolgármester úr tartott egy sajtótájékoztatót, tehát igazából nagy beharangozása volt ennek a koncertnek, és ez március 12-én. Bizony, ez le is vetítette a Nyíregyházi. Igen, fölvette a Nyíregyházi TV, igen, és szerintem nagyon jó műsor volt. A két zenekar másféle stílus játszott, de nagyon jó sikerültek a zenék, és utána nagyon sokan gratuláltak a városba, állítottak meg barátaim, régi ismerőseim, és kérdezték, hogy mikor lehet hallani legközelebb a nap együttes. Igen. Szombaton, jövő héten, igen. augusztus 8-án, hát pontosan hány órakor, azt nem tudom. Este 9 órakor, én tudom, és amíg annyit elmondhatok, hogy a következő héten a Móricz kertben is ott leszünk, 15-én, ott oda is várunk mindenki szeretettel. Akkor viszont legyünk teljes körűek, vasárnap pedig a Görice, az LKB-t és a Folk Fusion lép majd fel ezen okay. a Cserfeszten jövő héten, ahol egyébként bábszínház, gyerekjátszó, népi közműves bemutatók és egyebek is lesznek, és azt hiszem, akkor ezzel teljes körűen jót tettünk az ügynek minden jó szándékunkkal. Köszönjük szépen, köszönjük, és jó bulit kívánunk! Köszönöm szépen, és nagyon készülünk rá!